autentica moda la pelle. Non mi metto più mezzo, la pelle è sempre la pelle. Le fanno cose, tutte fanno cose. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelének 8. fejezetéből ezzel a mondattal nagyon nagy szeretettel, örömmel köszöntöm pünkös másnapján az egybegyűlt felekezetek közössége képviselőit, ökumenikus pünkös másnapi Isten tiszteletünkön. Foglaljunk helyet! Szeretettel köszöntöm kedves kollégáimat, a metodista, baptista, református közösségek vezetőit. Szeretettel köszöntöm a Szekszárd, illetve környéke, a régió baptista közösségeinek összevont kis kamara kórusát, ének együttesét, akik majd énekekkel, dicséretekkel színesítik és segítik együttlétünket, Isten tiszteletünket. Köszönöm a mi kántorunknak is, Schmidt Boginak, hogy eljött és majd azt a két éneket segít orgonával kísérni, amely szintén az Isten tiszteletünket kíséri. Mielőtt elkezdenénk az alkalmat, hadd mondjam, hogy annyiban különleges ez a mai ünnep, hogy pünkös másnapján nem csak az úrvacsorai közösséget ünnepeljük, és Isten igéjére figyelünk, hanem egy felnőtt, kedves testvérünk, egy fiatal édesanyja és feleség és gyülekezetünk tagja elhatározásra jutott jó néhány hónappal ezelőtt, hogy ő konfirmálni szeretne felnőtt fejjel. És hosszú előkészülés, sok imádság után ez a mai alkalom ennek is az ünnepe. Előre kérjük Isten áldását erre. Most azt szeretném kérni, hogy a kiosztott éneklapokon látható első énekünket, ki a legnagyobb öröm vagy kezdetű énekünket, ez az énekes könyvben, ha esetleg valakinél ez van, a 237-es ének, az első 3 verszakot énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. Ki a legnagyobb öröm vagy 237-es ének, és az első 3 verszak. Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi úrunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelenlevő gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség is örökkön örökké. A mi segítségünk jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten a teljes szent háromság nevében. Ámen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, legyünk egyek imádságban. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes atyánk a Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Urunk Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idejében, ugyanúgy közel vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz, a bűnösökhöz, mint földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki életed adtad értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek, Úristen, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben is. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Ámen. A Szentírás üzenetét a 36. Zsoltárból a 6. versen megkezdve olvasom. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Amen. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom a pünkösdi történetnek a bevezető sorait, a második rész első 11 versét. Amikor eljött a pünkös napja, és mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek, elámiták, akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények is, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Isten igéjének hallgatása után és az ige hirdetésre készülve folytassuk énekünket, ki a legnagyobb öröm vagy a 237-es ének 4. és 5. versszakát énekeljük. Thank you.
Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, az ünnep pünkös másnapján hallgassuk meg helyünkről felállva Istenünk evangéliumi szavát, igéjét. Erre a mai alkalomra választottam az egyik ősi evangéliumi szakasz, mely János evangéliumában található megírva a 14. fejezet 15. versétől a következőképpen. Jézus mondja: ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Azt mondta neki Júdás, nem az iskariótes: Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne is csüggedjen. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy számomra nagyon kedves ige szakasz az, amelyet hoztam, és reményem szerint, amelyen keresztül a mi Istenünk szólongat mindnyájunkat. Be kell vallanom, az elmúlt hét során én már kénytelen voltam foglalkozni ezzel a szakasszal, ugyanis az ünnep előtti utolsó biblia órán testvéri körben figyeltünk, hogy együtt beszélgettünk erről a szakaszról. Hogy miért is kedvelem annyira, főleg pünkös kapcsán ezt a felolvasott részt. Ami elhangzott az apostolok cselekedetéről írt könyvben, a második fejezet klasszikus pünkösdi története fenséges, alapvetően fontos és gyönyörűséges. Isten lelke vagy úgy inspirálta Lukács evangélistát, akinek köszönhetjük emberi résztől ezt az 5. újszövetségi könyvet, az apostolok cselekedetéről írt könyvet, úgy inspirálta őt, hogy leírja a konkrét eseményt. Ezt a fenséges, ezt a történelmi léptékű, ezt a nagyon látványos eseménysort, ahogy ezzel a zúgó széllel, szélviharral, ahogy ezzel a különleges jelenséggel, a tűzzel, ahogy aztán a nyelveken való szólással és ezreket megérintő erővel megjelent a Szentlélek, kitöltetett erre a világra. De csendben hadd fűzem hozzá, és talán sokunk érzését fogalmazom meg, hogy miközben alapvetően fontos, drága eseménysor ez, talán egy kicsit távolinak tűnik számunkra. Pont azért, mert annyira szép, annyira különleges, annyira ezreket átfogó, annyira túlmutat a hétköznapokon ezzel a sokféle különleges jelenséggel. És ehhez képest a felolvasott szakaszban Jézus Urunk szavait én azért szeretem, mert mintha megmutatná ennek a fenséges, nagy léptékű esemény sornak az egyszemélyes változatát. Meggyőződésem szerint a most előttünk álló evangéliumi néhány ige tulajdonképpen a Jézus elbeszélése szerinti személyes pünköst. Az egyszemélyes pünköst. Hiszen arról beszél búcsú beszédében Jézus, hogy az elküldött pártfogó, a Szentlélek majd hogyan érkezik, mit munkál, mit köszönhet neki. Nem a tömeg, nem a sok száz, hanem az egyes tanítvány. Én ezért szeretem nagyon ezt a felolvasott részt. Jézus Urunk szava szerint ez az egyszemélyes pünköst. Négy gondolatot, négy apró felismerést hagyosszak meg a testvérekkel.
Az első talán egy olyan szó, amelyet nem is kell nagyon úgy külön felmutatnom, mert hogyha figyeltünk a felolvasásra, akkor ez úgy nagyon erősen szerintem úgy a fülünkben maradt. Én össze is számoltam a biztonság kedvéért. Ebből a 15. verstől a 26. terjedő szakaszban 8-szor kerül elő ugyanaz a szó. És szerintem a itt lévő kisebbek, hittanosok közül kérdeznék valamit, biztos rögtön rávágnák, hogy melyik ez a szakaszból kiemelkedő szó, ez a szeretet. 8-szor is elhangzik Jézus részéről. És engem ez lenyűgöz. Miközben arról van szó, hogy Jézus arra hívja a jelenlévő tanítványok és a mindenkori hallgatókat is, hogy hallgassatok az én parancsolataimra, és végig arról van szó, hogy ha valaki megtartja az én parancsolataim, majd ha valaki megtartja az én rendelkezéseimet, miközben erről a felhívásról van szó, az egyetlen igazán mindezt alátámasztó érv csak ez az egy. Szeretet. Kiderül, hogy pünkösd alapja a Jézusnak való engedelmesség, az ő parancsolataira való hallgatás, és az ő parancsolataira való hallgatás, az ő engedelmességének az alapja pedig a szeretet. Az ő követésének útja ilyen szeretetre épített parancsolatok egész sokasága. Számomra azért nagyon fontos ez, kedves testvérek, mert bevallom, amikor én ifjú ember voltam, kamasz ember, olyan konfirmáció körüli, meg a konfirmáció utáni években, én nagyon sokat küszködtem azzal, hogy mit tegyek Isten parancsolataival. Világos, hogy Jézus az ő követése során szavakat, világos mondatokat fogalmaz meg, a saját élet példájával is tulajdonképpen ilyen direktívákat mutat. Nekem szabadságot kereső kamasz embernek pedig nagyon nehezemre esett azt mondani, hogy hát igen, mindenben engedelmeskedek. Szerintem a ma ember általában így van, nem csak tizenévesként. Hát mi szeretjük azt átélni, hogy szabadok vagyunk, nem? És sokszor jön ez a gondolat. Én azt tapasztalom, lelki gondozói beszélgetések során azt osztják meg velem bizalmasan sok ember, hogy nehéz erre a döntésre eljutni. Valóban akkor oda teszem magam és eldöntöm, én Krisztus követő leszek. Valahogy hátráltat minket ez a tény, hogy jól tudjuk, el kell köteleződni. És az elköteleződés kapcsán pedig bizony, hát van egy standard, egy nívó, parancsolatok, szavak, igék, minták, egész sokasága. Efelől a görcs alól oldoz fel minket Jézus szava. Hadd mondja meg, és személyesen, bár neveket nem mondok, de ez egyik nagyon kedves kis hittanosom, aki most konfirmált, jelen van egyébként, azért nem is nevezem meg, ne jöjjön zavarba. Amikor meg kellett fogalmazni a konfirmációs hitvallást, akkor egy nagyon érdekes dolgot mondott a Balaton szárszói előkészülő kis táborunk során, amikor az volt a kérdés, hogy miért jó Jézushoz tartozni, vagy hát miért szeretsz Jézushoz tartozni, akkor azt mondta, hogy azért, mert Jézus nem leuralni akar minket, hanem azt akarja, hogy szeressük. És azt hiszem ez a megoldás, erről szól ez a néhány mondat is. Jézus parancsolatainak engedelmeskedni nem azt jelenti, hogy valami porban fetrengő szolgákká akar tenni minket. Valóban ő az Úr, de amit kér az alap, hogy bízzunk benne. Ez a személyes igenünk, a szeretetünk az, amit legfőképp kér tőlünk. És aztán szeretetből, amikor megvan ez a bizalom iránta, akkor az ember úgy van vele, hogy akit szeret, hát persze, hogy szeretne kedvére járni. Akkor persze, hogy szeretne úgy élni, ahogy ő mondja, az illető mondja. Ha lenne közöttünk bárki, akinek a lelkében valami ilyesmi gát lenne még a Jézus követés útjára való lépéssel kapcsolatban, jaj, nekem beszűkül az életem, itt valamiféle nagyon ilyen földön fetrengő, vagy porban fetrengő életre hív ez a Jézus, pont a fordítottja igaz. Szeretet alapú az az elhívás, amire ő mutatja az utat. A legdrágább érzület, a legdrágább életérzés, ami alapján ő a saját maga követésére hív. A másik egyszerű gondolat ebben az ige szakaszban, amely megfogalmazódott számomra, az a Szentlélek megnevezése. Jézus megígéri az ő tanítványainak, hogy akik íme meghallgatják az én parancsolataimat, vagyis szeretnek engem, azokhoz el fogja küldeni az Atya az én nevemben a pártfogót. Ismerik talán a jelenlévő testvérek többsége, ismeri ezt a kifejezést, az új szövetség drága kifejezését, a Szentlélek, Úristen, a Szent Háromság harmadik személyével kapcsolatban olyan gyönyörűséges és sokatmondó ez a szó, amit itt Jézus használ. Az eredeti görögül leírt
szövegben, ahogy János rögzítette számunkra, paraklétosz. Ez a szó nagyon sokféleképpen fordítható, és valahogy úgy lehetne szabadon magyarra fordítani, hogy mellé hívott. Tudnélik, magunk mellé hívott személy. Milyen sokrétű ennek a tartalma. Ki is az, akit mi magunk mellé szoktunk hívni? Hát például egy barátot. Amikor szomorúak vagyunk, szeretnék elmondani, hogy éppen mi nyomja a szívünket, vagy éppen amikor tele vagyunk örömmel is, azt szeretnék elmondani, hogy minek örvendezünk, akkor szükség van valakire mellettünk, akivel úgy megoszthatjuk ezeket a dolgunkat. Egy barátot magunk mellé hívunk. Paraklétosz. Vagy mikor van szükségünk ilyen paraklétoszra? Mondjuk, amikor tanástalanok vagyunk. Nem akarok belemenni esetleg ilyen felelés előtti, vagy dolgozatírós, ilyen magunk mellé hívott segítőkbe, hanem mondjuk maradjunk a legális segítség kapcsán. Hát amikor egy élethelyzetben tanástalanok vagyunk, és felhívunk egy barátot. Vagy azt arra kérjük, hogy gyere, egy kávé mellett üljünk le. Szükség van valakire itt mellettem, aki tanácsot ad. Bölcsességet ad, döntési helyzetben valahogy útmutatást ad. Paraklétosz. Vagy van úgy, hogy szükség van valamiféle védőre. A paraklétosz a védő ügyvéd, a közbenjáró megnevezése is. Valami bajt csináltam, elrontottam valamit. Szükség lenne valakire, aki képvisel engem, aki valahogy a javamra fordítja a dolgot, aki megoldja az én bűnös helyzetemet. Mindez a jelentés ott van ebben a gyönyörűséges kifejezésben. A Szentlélek ígéretével ezt a sokszínű munkát elkészítő, láthatatlanul, de valósan itt mellénk álló szent lelket hívhatjuk, tisztelhetjük. A harmadik gondolat. Gyönyörűséges ez a mondat, és majd a konfirmáció kapcsán is szeretném idézni, hogy Jézus ezt az egyszemélyes pünkösdöt egész konkrét képpé váltja. Biztos megfigyelték a kedves testvéreket, az utolsó mondatokban elhangzik ez. Azt mondja Jézus, aki szeret engem, megtartja az én parancsolataimat. Én is szeretni fogom, és íme elmegyünk az atyával őhozzá, és nála maradunk. Megint csak hadd hivatkozok az eredeti szövegre, János leírásában. Úgy is lehetne fordítani ezt a mondatot, és van ilyen magyar fordítása, amely pontosan így közli, hogy elmegyünk és szállást készítünk magunknak nála. Képzeljük el ezt a képet egész konkrétan. Jön az Atya és a Fiú, jön a Szentlélek az ő lelkével, bekopogtat, és ahol hívő Jézus iránti bizalommal, szeretettel megnyitják az ajtókat, oda belép. És mit csinál? Szállás készít magának nálunk. Hadd hívjam fel a figyelmet egy nagyon fontos dologra. A bennünk lévő ösztönös vallásosság, amit most a szó rossz értelmében mondok, tehát a hamiskás, az Ádámtól örökölt, az eltorzított, vallásos, ösztönös logika. Azt mondaná, amikor Istenre gondolunk, azt mondatná velünk, hogy hát az igen nagy dolog, hogy az Isten ilyen személyesen közel jön hozzám, sőt, belém akar költözni, az én életembe akar lépni. De ha ez igaz is, nyilván ez akkor történhet meg, ha előbb én itt rendet raktam a lakásban. Nem akármilyen vendégű, ha az így van, elfogadhatom. Tehát tökéletesen tisztába kell tenni mindent. Makulátlan kell, hogy legyen ez a szívbéli lakás, ez a szállás. És ha ez sikerült, ha én megtisztítottam magamat, ha tökéletes rend van, nyilván akkor lesz hajlandó belépni hozzám, majd a Szentlélek. Biztos ismerős sokunknak ez a logika. Testvérek, Jézus szava elkergeti ezt a gondolatot. És el is kell, hogy kergesse. A Szentlélek szele el akarja fújni ezt az ösztönös, Ádámtól örökölt, hamis vallásos logikát. Tudnélik, ha ezen állna vagy bukna, hogy mi a Szentlélekben részesedhetünk, akkor, és most ne sértődjön meg senki, mert magamból kiindulva mondom, akkor itt most egyikünk sem ünnepelhetne. Ha azon múlna, hogy a Szentlélek belép a mi szívünkbe, életünkbe, hogy mennyire sikerült tökélyre fejlesztenünk saját lelkünket, hitünket, tanítványságunkat, életünket, akkor esélytelenek lennénk. És ezt ne vegye senki rossz néven. Ez a Biblia nagyon makacs emberképe alapján mondom, és önismeret alapján mondom. Éppen az a jó hír Jézus szavaiban, hogy a Szentlélek érkezik, és egyetlen kérdése van. Megnyitod-e az ajtót, vagy sem? Elhiszed-e, hogy annyira fontos vagy számomra, nekem az élő Istennek,
hogy szállást akarok készíteni magamnak nálad. Nyisd ki az ajtót. És én majd szállást veszek nálad. Elkezdek szépen pakolgatni, törölgetni, rendet rakni, fertőtleníteni. Majd szépen elkezdem ezt a rendrakást, ezt a gyógyító, tisztító munkát. Csak engedj be. Azt hiszem, ez a fantasztikus jó hír a pünkösben. És Jézusnak ez az egy személyes pünkösdi üzenete valahogy ezt hordozza. Itt a lélek egészen közel, a pártfogó, a mellénk hívott, és a szívünkben akar szállást venni. És csak be kell engednünk. És ő majd csinálja a többit, a gyógyító, tisztító munkáját. Csak egy záró megjegyzést hadd tegyek, szintén magamból kiindulva, hadd mondjam, hogy ez egy nagyon döntő lépés, de még nincs vége ezzel a tanítványi és a pünkösdi feladatoknak. Ha beengedtük a drága szent lelket, akkor elkezd munkálkodni, de innentől kezdve azt hiszem, sokáig még neki munkája lesz. És ő persze ezt tudja, és ettől nem is berzenkedik. Ezt ő végezni akarja ezt a munkát. Tudnék, ahová őt beengedték, ott ő szépen mindent helyre akar tenni, és ez időbe telik. Lehet, hogy az életünk végéig tart ez a munka. De nekünk arra kell figyelni, hogy erre teret adjunk neki. Talán a pünkös ünnepe is azért jó, hogy évről évre ránk köszön, hogy mérlegeljük. Mindent átadtunk már abban a belső szobákban, ami életünk különböző területeit átadtuk már neki. Hadd járja át. Van bennünk valami makacs ellenállás, ami távol akarja őt, a szent lelket tartani bizonyos dolgainktól. Bibliaórásoknak már meséltem a történetet. Pécsi segédlelkész korom atyai jó barátja Valikó Zoli bácsi mesélte, hogy amikor meghívták egy család látogatásra, megadott időpontban ő megjelent, és egy 20 perc beszélgetés után, amely a családi ház előszobájában zajlott, felálltak a családtagok, az anyuka és az apuka és a nagyobbik fiú, elnézést kértek a lelkésztől, és azt mondták, hogy nekik most el kell menni a kisebbik gyerekért, egy ünnepségen van, el kell, hogy hozzák, de maradjon nyugodtan a lelkész úr, érezze otthon magát, ők egy negyed óra, 20 perc múlva jönnek vissza, és folytatják a beszélgetést. Ott is hagyták a lelkész Zoli bácsit az előszobában, ők elmentek. Hát Zoli bácsi komolyan vette, hogy otthon érezheti magát, úgyhogy vizet töltött magának, aztán meg hát ki akart volna menni a mosdóba, felállt, és kereste volna a mosdót, megnyitotta az egyik ajtót, ami ott az előszobában volt, zárva. Oda ment egy másik ajtóhoz, az is zárva. Egy harmadikhoz, az is zárva. A negyedikhez, az is zárva. Rájött 5 percen belül, hogy őt gyakorlatilag körbe zárták. Azt mondták neki, hogy érezze otthon magát, de úgy hagyták az otthont számára, hogy azért gondosan elzártak előtte minden szobát, minden bejáratot. Nem bosszankodva, inkább nevetve mesélte ezt a drága öreg lelkész, és arra hívta fel a figyelmet, hogy nem lehet, hogy sokszor mi is így bánunk az Istennel? Nem lehet, hogy sokszor mi is így bánunk a drága, vigasztaló pártfogóval? Magunk mellé hívjuk, és ő érkezik is, megnyitjuk nagy nehezen az ajtót, és ő be is lép, de aztán valahogy az évek során elfelejtjük kinyitni a többi ajtót. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy Uram, nyilván ehhez van valami között, de azt az ajtót ne nyisd ki, abba a kamrába ne nézz be. Jaj, ide, ehhez még nincs között. Talán pünkösd ünnepén újra azzal kell szembesülnünk, talán már régóta hívő életet járó emberként is, hogy mi az, amit a Szentlélek most meg akar nyitni? Mire akar rávenni? Életünk melyik területét, melyik kérdését akarja, hogy megnyissuk számára? Kívánom, hogy találjuk meg ezt a kulcsot, és legyen hozzá elég szeretetünk és bizalmunk, hogy a vigasztalónak, a pártfogónak megnyissuk azt az ajtót. A nagy volumenű, a szinte egyetemes érvényű történelmi jelenség a pünkösdi lélek kiáradásának története mellett ez a személyes pünköst, Jézus búcsúbeszédének vigasztalóról, pártfogóról szóló szavai erősítsenek, tisztogassanak, igazgassanak, emeljenek minket a mennyei magasságba, gondolatban és lélekben. Ezt kívánom. Ámen. Szeretettel kérem a baptista kórust, hogy örvendeztessen meg minket egy énekkel, mi nekünk pedig közben van időnk arra, hogy egy kicsit elmélkedjünk, gondolkodjunk azon, amit Isten igéje talán a szívünkre helyezett most.
Hadd köszöntsem én is sok szeretettel a megjelent gyülekezetet. Két éneket fogunk énekelni. Az első a közösségi összetartozásról fog szólni, Isten szava által történő egységről, hát amiről az imént hallottuk a szolgálatot. Utána pedig egy olyan éneket szeretnék énekelni, de majd azt akkor, jó? Amit közösen együtt. Köszönöm szépen. Szíveskedjenek nekem segíteni, akik itt vannak, meg akik ott hátul is vannak, és megtanulunk egy rövid kis refrént, ami aztán minden kórus művet zárni fog. Énekel az énekar előtte néhány mondatot, és akkor utána tetszenek jönni. Ez egy nagy, örömteli bizonyságtétel a pünkösdi lélek várásával kapcsolatban. Na, énekelem, tessenek fülelni, aztán majd énekeljük együtt is, jó? Igen? Jöjj el, Szent Lélek Isten. Néhány testvér szemében láttam, hogy tavaly is itt volt. Mert azt hiszem, hogy ezt akkor is énekeltük. Na, próbáljuk meg! Jöjj el, Szent Lélek Isten! Fantasztikus, össze kell szedni magunkat nagyon, mert nagyon jó szám. Ott is tetszenek énekelni? Bólogassanak, jó? Köszönöm szépen. Na, előről akkor az egész éneket. Thank you.
szép. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor még fogunk énekelni. Kedves testvéreim, nagyon különleges ajándék az, hogyha egy ember látja egy másik ember életében a Szentlélek munkáját. Nem lehet receptet adni, írni, hogy a Szentlélek hogy miként dolgozik egy emberben. Valakinél gyorsan van, akinél lassabban, én például az utóbbi kategóriába tartozom. Nekem megadott az, hogy azért lássam jó néhány emberben a Szentlélek munkáját, és az utóbbi időben az egyik nagyon kedves ajándék, hogy láttam egy fiatal asszony életében, Horváthné Gelencsér Edit életében, hogy hogy munkálkodik az Úristen lelke. Hogy munkálkodik sok-sok imádság által, mondjuk egy nagymama hitében már, kísérgetve unokát. Hogy munkálkodik peresztelelő való készülés során, hittanosokon keresztül. Aztán hogy munkálkodik úgy, hogy valamiféle vonzás érkezik, hogy jó az igével foglalkozni rendszeresen, jó a közösséget is keresni. Aztán hát kifürkészhetetlen a Szentlélek Úristen, mert sok-sok inspiráció után egyszer csak, talán nem bánod, Edith, ha elmondom, hogy van egy temetés, ahol elhangzik egy bizonyságtétel, a feltámadásba vetett reménység, és akkor egyszer csak megszületik ez a belső elhatározás, és ez a végső ajtónyitás a Szentlélek számára. És ilyen hosszú, de alapos munka után eljött az idő, hogy konfirmációs hitvallást tégy. Szeretettel kérlek, hogy gyere ide az oltár elé. Számomra nagy öröm az, hogy ezt az időpontot választottad, pontosabban egyetértettél azzal, hogy ezt a szép ünnepet most tartsuk, hiszen neked vannak református kedves barátaid is, akik hittel, barátsággal kísértek, ők is hagyd legyenek tanulni ennek az ünnepnek. És mielőtt magát az ünnepet és majd az áldást, a hitvallást meghallgatnánk, hadd mondjam el, hogy azért is tartom fontosnak pünköskor ezt a konfirmációs kis ünnepet a nagy ünnepben, mert a történelmi egyházak képviselői között sokszor látom azt a tanástalanságot, hogy mit csináljunk akkor, ha az Isten lelke úgy inspirál minket, és azt érezzük, hogy szükségünk lenne valamiféle életrendezésre. Szükségünk lenne annak kifejezésére, hogy igen, beengedtük a mi szívbéli ajtónkon a szent lelket. Ez hogy történjen, ezt hogy mutassuk meg? Például így. A történelmi felkezetek jól ismert, bevált rendje éppen ez, hogy a konfirmációs hitvallás elmondásával a közösség előtt nyíltan felvállalva a Krisztus követést, egy közösséges tartozást, például így lehet megtenni ezt. Arra kérek most mindenkit, hogy álljunk fel helyénkről, és kérlek Edith, hogy te is majd az itt lévő közösséggel együtt először mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Testvérem, kérdem tőled, akarsz ebben a hitben megmaradni, keresztény hitedről kitartó hűséggel és szolgáló szeretettel bizonyságot tenni, akarsz-e? Akarok. Isten az, aki ébreszti benned az akarást és a cselekvést az ő lelkének tetszése szerint. Arra kérlek, mondd el a konfirmációi vallástételt. Én, Horváthné Gelencsér Edit, hálát adok Istennek, az én teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten.
Vallom az evangélikus keresztény egyház tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy harcoljak a bűn ellen, hogy szeretetben növekedjek, és a hitben megálljak mind halálig. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és most együtt fohászkodjunk a Szentlélek áldásáért. Kedves testvérem, ősi szokás szerint a kezemet a te fejed fölé tartva, így fogadd a Szentlélek áldását. Jöjj el, teremtő Szentlélek, mert gyenge a mi erőnk és gyarló a mi szívünk. Magunktól nem tudunk Krisztusban hinni, sem nála megmaradni. De benned reménykedünk, te minket is újját teremthetsz. Szállj meg minket, s ezt a drága testvérünket, aki most szép hitvallást tett sok tanúbizonyság előtt. Világosítsd meg őt, hogy Krisztushoz térjen, győzd meg őt, hogy Krisztusban higgyen, bátorítsd őt, hogy Krisztust kövesse, erősíts, hogy Krisztushoz ragaszkodjon, szenteld meg őt, és minket mindnyájunkat. Jöjj el, Szentlélek, erősíts meg minket, s ezt a testvérünket. Testvérem, fogad Isten egészen személyes igei áldását, a ma felcsendülő evangélium egyik mondatát, János evangélium a 14. fejezetéből a 23. mondat, Jézus egészen személyes szavai. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Ámen. Isten áldjon meg és őrizzen meg téged, hitben, a Krisztussal való közösségben, és nagy szeretettel köszöntünk a mi közösségünkben is. Régi szokás szerint gyülekezetünk kedves felügyelő asszonyának, Német Juditnak haladjam át a szót, és az ő kézfogásában fogad majd a mi kis közösségünk kezét. Kedves Editkénk, a Magyarországi Evangélikus Egyház teljes jogú tagjává fogadlak, és gyülekezetünk is szeretettel hív minden vasárnap, mint eddig. Isten áldja meg életedet. Köszönöm szépen. Istennek szent lelke, szállj le mi ránk, és vezesse bennünket szent igéd és sákramentumod által az Úr Krisztussal való közösségre. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, az Úrban mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, amelynek jegyeiben részesedhetünk az ő kegyelméből. Elénk adják ezt az evangélisták is mind, de legbővebben Pál apostol adja ezt elénk a korintusiakhoz írt első levelében, a 11. fejezetben, a 23. verstől kezdődően. Mivel Krisztus szavairól van szó, amelyek egész életünket készek áthatni, fennállással kimutatott tisztelettel, életvalóságunk megnyitásával hallgassuk meg e szavakat. Itt szól az apostol, és általa a lélek. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, töretik meg, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Hasonlóan a poharat is vette, miután vacsoráltak e szavakkal. E pohár amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg ő visszajön. Ámen. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek és pecsétek. Az Úr Jézus jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és valljuk meg bűneinket, fejünket meghajtva imádságban, közösben. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és elismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlamosak vagyunk minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, milyen fáj nekünk, hogy megbántottunk téged, kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékaid, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, amelyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Ámen. Miután hitünkről is vallást tettünk, és bűneinket is megvallottuk, válaszoljunk lelkiismeretesen, hallhatóan a következő kérdésekre. Azt kérdezem először, hiszed-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első ember bűnesete folytán te magad is mindenestől fogva gyarló, esendő és bűnös vagy, aki saját erődből Isten ítélő széke előtt meg nem állhatsz, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemelsz. Hiszed-e ezt? Én ezt hiszem és vallom. Hiszed-e, hogy Isten a bűnös emberen így rajtad is megkönyörült, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus testben elbocsátotta, akinek egyszeri és tökéletes áldozatával elvette a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét a te életedről, és téged ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Hiszed-e ezt? Én ezt hiszem és vallom. Hiszed-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa téged is feltámaszt a halálból, és a halandó testet halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Hiszed-e ezt? Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéred-e, fogadod-e, hogy a kegyelemért háládatosságból egész életedet az Istennek szenteled, és már a jelenlevő világban, mint az ő szeretetje, megváltottja, az ő dicsőségére igyekszel élni. Ha igen, mondjuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgájaként hirdetem néktek a bűnbocsánatot és az örök életet, amelyet megad a mi Úrunk kegyelméből Krisztusért mindannyiunknak, akik hiszünk ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Szeretett testvéreim, most akik magatokat lélekben is felkészültetek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel.
a kórus éneke kíséri az urasztali közösséget, és legyen a szép rend az, hogy egymás után jövünk, itt részesülünk a kenyérből, azután pedig a borból. Keresztény testvéreim, maga mi Urunk Jézus Krisztus szerezte az utolsó vacsorát, és éltek utána ezzel a sákramentummal az apostolok, az egyházatyák, hitvalló őseink, a reformátorok, és most így éltünk azzal Isten kegyelméből mi is. Minek előtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek életetetekben. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amit kijelentett és felétek megbizonyított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amire rendeltettetek is egy testben. Ámen. Fejünket meghajtva hálaadó imádságra csendesedjünk. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy egészen odaadtad magad értünk, hogy megkeresd és megmentsd elveszett életünk, hogy bezörgethess hozzánk is. Köszönjük, hogy ma délelőtt is zörgettél, hogy megszólítottál,
hogy szeretetedre, áldozatodra emlékeztettél. Köszönjük a meghívást, akik csak fogadnak, azokban lakozást veszel. Köszönjük a vigasztalót, a pártfogót, Istennek szent lelkét, melyet küldtél, hogy bátorítson, vigasztaljon, eligazítson, hogy a célba segítsen. Köszönjük, hogy fogadhatjuk, hogy befogadhatjuk őt. Kérünk kegyelmezést, segíts bennünket a hétköznapokban bőséges, üres, megtisztított helyjé válnunk, hogy betölthess teljességgel, hogy tiszta szentséged, a mennyei szeretet, erő és józanság lelke átjárva, áthatva életünket győztessé tehessen. Köszönjük, hogy erre hívtál, hogy viszont szeressünk. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket. Kérünk, taníts, segíts bennünket viszont szeretni és szeretet által fogadni, követni utadat, tanácsodat, hogy éljünk és örök üdvösségre jussunk, szent lelked ereje pártfogása által, kegyelmedből az Úr Jézus drága nevéért. Ámen. Akkor most a könyörgő imádságra pedig álljunk föl. Urunk, te előtted állunk most, és azért könyörgünk, hogy adj nekünk erőt a cselekvésre, és te erősítsd meg a mi szavainkat, hogy legyünk bátrak a bizonyságtételre, hogy amit átélünk a veled való kapcsolatban, amit a Bibliából tanulunk, azt a hétköznapjainkban tudjuk képviselni. Kérünk, segíts, hogy ne csak vasárnap legyünk hívők, hogy minden képmutatás és minden gonoszság távol legyen tőlünk, hogy legyünk csecsemők a rosszban és a gonoszságban. Kérünk azért, hogy szentelj meg bennünket, hogy jó bizonyság legyünk. Indíts bennünket jó cselekedetekre, hogy tegyük azt, ami az utunkban van, amit látunk, hogy rossz, azon változtassunk, hogy a saját befolyásolási körünkön belül a jót tegyük, a jót szóljuk és a jót gondoljuk. Urunk, erősíts meg bennünket erre. Kérünk, hogy tégy bennünket a te népeddé, akik viszik az örömhírt, akik a szavaikkal, cselekedeteikkel és gondolataikkal a te igédet képviselik mindenhol és 24 órában és az egész héten. Urunk, és téged pedig kérünk, hogy tegyél jeleket és csodákat itt Szekszárd városában is közöttünk. Úgy, ahogy láttuk, hogy lehetséges, hogy akár egy temetési prédikáció alatt is meg tudnak térni emberek. Így kérünk, Urunk, hogy te hozz megtéréseket ebbe a városba. Használd fel a mi ige hirdetésünket, használd fel gyülekezeteinket, használd fel az életünket, a személyes jó cselekedeteinket, hogy emberek megtérjenek, hogy csodák történjenek ebben a városban. Kérünk az egész ünneplő tömegért, aki itt van most a városban. Kérünk azért, hogy a te szavad eljusson hozzájuk. Urunk, te tudsz egyedül vakszemeket megnyitni. Te tudod egyedül a betegeket meggyógyítani. Kérünk, hogy áradj ki szent lelkeddel, és tegyél jeleket és csodákat. Ezt egyedül te tudod elvégezni. Kérünk az itt lévő betegekért. Kérünk az erőtlenségekben szenvedőkért. Hisszük, hogy az Úr Jézus nevében a hit által elmondott imádság megerősíti a szenvedőt. Így imádkozunk, Urunk, hogy töltse bennünket erővel és bizalommal, hogy hittel tudjunk imádkozni, és a te ígédbe vetett hitünket hétköznapi cselekedetekre tudjuk bontani. És köszönjük azt, hogy te pedig mellénk állsz, és a megtérést, a csodákat, a jeleket pedig te állítod a mi életünk mellé. Ezért minden dicsőség és minden tisztelet a tiéd, a miénk pedig az áldás. Az Úr Jézus nevében. Amen. A mi Urunk így szól tanítványaihoz és hozzánk, és így szól. Ti pedig így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Ámen.
áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott bennünket mennyei világának minden lelki áldásával az Úr Jézus Krisztusban. Meg ne szomorítsátok Istennek szent lelkét, hanem teljetek be szent lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket, hálaadással énekeljetek szívetekben az Úrnak. Amen. Semmiért ne aggódjatok, hanem mindenért adjatok hálát, és teljes bizalommal imádkozzatok Istenhez. És Isten békessége, mely minden értelmet fölülmúlt, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Ünnepünk végén a búcsúzás maradt hátra, vettük az áldást, még szeretnénk majd egy közös éneket énekelni, és a baptista kórus énekszolgálatában majd gyönyörködni. Röviden azért hadd mondjak el néhány dolgot. Szeretném megköszönni azoknak a kedves testvéreknek, akik az előkészületekben aktívan részt vettek, akár a megelőző napokban, vagy éppen tegnap, vagy éppen ma korra reggel. Köszönjük a fáradtságos munkát. Köszönjük szépen a város segítségét is, hogy itt lehettünk a téren, és hogy a sátrak árnyékában kicsit hűsölhettünk. Nagyon örülünk persze a szép időnek is, hogy nem volt eső. Még egy utolsó hirdetési pont hadd legyen, egy kedves gyülekezeti tagunk jó voltából finom egytál étel ebéd vár minket. Van bőven ebből az ebédből. A mi evangélikus gyülekezetünk egy ilyen kis rövid családi nappal folytatja majd az együttlétet, de szeretettel hívogatjuk a jelenlévőket is, akik egy kis beszélgetésre, egy finom kis vaddisznó pörköltre még itt maradnának az udvarban, ráérnek, csatlakozzanak lehet tehát az együttlétet folytatnunk. Énekeljünk, kedves testvérek! Az éneklapon a második számú éneket, Itt az Isten köztünk, ez a 280-as számú ének egyébként az énekeskönyvben. Az első és az utolsó versszakát énekeljük, tehát csak két versszakot. Itt az Isten köztünk, első és utolsó versszak. És ezután majd még a baptista kórus három énekét hallgathatjuk meg. Engedelem, hogy így hát őt zengelni,
halleluja, amen. Mi boldogság, hogy szólított, mi szent égére. Lejöttél hozzám bűnöshöz, és megváltott engem. Égi bárány üdvögöm, értünk adtad szent életed, halleluja, 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 amen. Jöjjetek vígan zengőket, Isten szeret, ürvenjetek kis fényében, Isten szeret. Mind ami bűnös vessük el, és ami üdvös öltsük fel, épp közeleg a hajnal fény, Isten szeret. Hallelujah!